A nemzetközi irodalom a szerves, az úgynevezett organikus építészet területére sorolja azt, amit mi csinálunk. Ez valóban az egyik ágán Frank Lloyd Wrighthoz kötődik, de ugyanennyire kötődik Rudolf Steinerhez, Antoni Gaudihoz, és Magyarországon Lechnerhez, Góshoz, Megyeszaihoz. Egy nagyon széles és rendkívül magas színvonalú skálát tudnék felsorolni, amelyik valójában a 19. században kezdődik azzal a mozgalommal, amit Ruskin és Morris indít el, szembe azzal a különös változással, ami Angliában létrejön, tudnék a manufaktúrákat és az egyéni ipari tevékenységet felszámolandó, a pénz lesz az úr, és egy olyan centralizációs folyamat indul el, ami megöli az akkor már Európát is csodálatba ejtő színvonalat, és akkor Ruskinék egy mozgalmat indítanak el, amit másút prerafaelita mozgalomnak is hívnak, és ezzel egy időben, 1850-ben Orbán Balázs elindul, és a magyar népművészet ősi értékeit felmérendő bejárja Erdélyt, és egy szenzációs könyvet ad ki, kisvártatva, Malonyai által szervezve, Megyeszaitól kezdve az akkori kiválóságok ugyancsak nekiállnak és feldolgozzák a kárpát-medencei népművészetet, nem csak a magyart, hozzá kell tennem. Ugyanez mondható el 1905-ben már Bartók és Kodály a jelenlegi Szlovákia északi részén, Nyitrában és egyéb helyeken, valamint ma Romániához tartozó Erdélyben és a Kárpátokon túl is gyűjtenek, sőt Bartók Törökországban és egyéb helyeken is, mert ebben a különös valamiben, amit mi összefoglaló néven népművészetnek nevezünk, észrevesznek a 19. század második felében és a 20. század elején egy olyan hangot, amelyik egy történelmi előtti időket is magában hordozó sajátos ősművészetet hord magában, és ez az a televény, amelybe az organikus építészet nem csak itt, hanem a Walesi származású Frank Lloyd Wright-tól kezdve Sullivanen át Amerikában is ettől egy kicsit később elindul. Az én munkám az 50-es évek végén, 60-as évek elején kezdődik. Valójában akkor én egyedül voltam, mint az ujjam. De ehhez a folyamathoz, ehhez a szellemiséghez kötődtem, mert azt mondtam, hogy a Kárpát-medence valójában egy egységes terület. Szemben azokkal a vízzoni határokkal, amivel szétszabdalták és tönkretették, és életrevalótlan utódállamokká züllesztették azt a területet, amely ezt megelőzően már az Egyesült Európa gyakorló pályája volt, gyakorlatilag Svájc, amelyikben szlovák, román, ruszin, magyar és mások megtanultak együtt élni.
a szerves építészet lényegét keressük, akkor annak a folyamatnak a drámájába kell keresni, amit a magyarországi szerves építészet megélt 1960-tól a mai napig is. Ez a gondolkodás, amelyik a hely szellemét előbbre teszi, mint a pénzt, és mint azt a high-tech-es ipari diktatúrát, ami a világban van, és fontosabbnak tartja az ember természetét, amelyet ki kell szolgálni, mintsem, hogy a pénztermészet rajzát szolgálná. Ez a dolog lényege. Én nagyon sokat foglalkoztam a magyar népművészettel, nem csak a magyarral, de elsősorban a magyarral, és ha az ember egyre mélyebbre ment bele, és az alapjeleit is megpróbálta megismerni, sőt, bizonyos mértékig sikerült is megismerni, akkor egyszer csak azon vette észre magát, hogy a népművészetben annyi nacionalizmus nincs, mint egy fában. Tudnilik, egy univerzális, mindenre kiterjedő tartalom az, amely jeleiben, mintáiban megjelenik. Nehéz megfogalmazni azt, hogy meddig fantázia valami, és mettől kezdve imagináció. Imagináció alatt egy olyan képlátást értek, amely a valóságot hordozza, amelyet rendkívül nehéz megkülönböztetni a fantázia világától. Tehát, hogyha valaki az atlantiszi idők bizonyos jelenségeit próbálja meg grafikailag megfogalmazni, akkor kétségtelen, hogy szükséges hozzá fantázia erő. Azonban nem elegendő, hanem olyan információkat kell a szerzőnek tartalmaznia, amelyek súlyosabbá és reálisabbá teszik a fantázia erőit, mint a szokásos fantázia képek. A 70-es években Bondor József által vezetett minisztérium a Vátinak kiadta feladatba azt, hogy egy új struktúrát dolgozzanak ki a vidék számára. Kidolgozták azt, hogy 1300 falu szerep nélküli lesz, a többi stagnálásra ítélt település és körzetközpont. A Népművelési Intézetben néhányan összeálltunk, Varga Tamás, Isten nyugosztalja, Beke Pál és mások, meg én magam is, és később a barátaim, a növendékeim is bekapcsoltak ebbe a dologba, és elkezdtünk illegálisan kulturális egyesületeket szervezni, és faluházakat csinálni, elsősorban olyan falvakba, ahol megszűnt minden. Azért, hogy megmentsük ezeket a településeket a zülléstől, mert valójában nem az elpusztulástól, hanem a zülléstől kellett megmenteni, hiszen minden szolgáltatás megszűnt körülöttük. És akkor kezdtünk el faluházakat építeni. És ezeknek a faluházaknak ez aztán a 70-es évektől kezdődött el, és ez tartott a 80-as években végig, nagyjából a rendszerváltásig. Thank you.
60-as években úgy éreztem, hogy már öreg vagyok, és kötelességem a fiatalokkal foglalkozni, mert mi lesz velük. És akkor a lakásomban meghirdettem ilyen magánmesteriskolát, ahova alkalmasint 40-50 ember eljött. Bizonyos természetes kiválasztódás alapján megmaradtak emberek, mert ennek aztán jött egy következő fázisa, nem foglalkoztunk mással, mint egy úgynevezett táblázattal, a Cordier-féle táblázattal, ahol a 19-20. Századi építészetből fel kellett készülni mindenkinek, különböző személyekből előadást tartani, ezeket meg kellett tanulni, jegyzetelni kellett, abszolút politikamentes volt természetesen, ha van ilyen egyáltalán. Mert a minőség is bizonyos politika ellenességet jelent. Úgy gondoltam annak idején, hogy kiírok egy ilyen magánpályázatot a minimális térre. Azért, hogy mi kell egy embernek ahhoz, hogy azt érezze, hogy ez a tér neki elég. Hát nyilvánvalóan a koporsótól az anyaméhig, vagy fordítva gondolkozik azonnal az ember, de hogyha egy bizonyos pszichológiailag meghatározott mozgást végezel, és annak nézi meg a befoglaló formáját, etapjait és egyebeit, akkor a magam fajta abból egy kicsit okosabb lesz. Tulajdonképpen ez a minimális tér pályázatnak a lényege, amire nagyon sokféle válasz érkezett. És ezek után Visegrádon, mert elvesztettem korábban az állásomat a sárospataki műfáz miatt, és megszűnt a tervező jogosultságom, mert az vállalathoz volt kötve, és így befogadott dr. Madas László a pilisi parkerdőbe, és ott lehetőséget kaptam arra, hogy egy elhagyott bányába, amiből a gyönyörű középkori Visegrádot építették, ott építésztáborokat szervezünk. És ez jó néhány évig tartott. Volt, amikor több mint 200 fiatal építész volt jelen egy ilyen táboron. 83-ban hoztam létre a magáncégemet, és a 80-as évek vége felé már olyan helyzetben voltam, hogy ezeket a fiatal, már végzett építészeket be tudtam vonni a saját cégembe, és pillanatok alatt egy 40 fős iroda lett, még a rendszerváltás előtt. Ezt a társaságot én, hogy megtanuljanak a pénzzel bánni, fölbontottam 7 Kft-re, de azonnal létrehoztuk a Makona Egyesülést, mert eszmeileg együtt kellett tartani a csapatot. Ezzel párhuzamosan Kaposváron a Dél-Dunántúli stúdiót vezető Kampis Miklós is egy hasonló posztgraduális képzéssel foglalkozott, és összeállt egyszer csak ez az egész társaság, és úgy határoztunk, hogy létrehozzuk a Kóskároly nevével jelzett tulajdonképpen eszmei társulást. Ez 3 alapítványt is hozott létre egyben, az egyik az Országépítő című periódikát adja ki évek óta, valamint tartja fönn azt a vándoriskolát, amelyik azt jelenti, hogy minden évben pályázni lehet arra, hogy bekerüljön valaki az egyetem elvégzése után a vándoriskolába. Ez 3 évig tart, fél éveket tölt egy-egy irodában, és a végén egy mestermunkát kell letenni, ami csak megépült épület lehet, tehát ilyen fantáziarajz az nem elég hozzá. Ezt a világon mindenütt elismerik, ezt a vándoriskolát, akkreditációt kizárólag Magyarországon nem tud szerezni, de minket ez olyan nagyon nem izgat.
régi mondás az azt mondja, hogy három lépést az erkölcs területén és egy lépést a szellemi fejlődés területén, és ezt a, hogy is mondjam, mondást, ezt én igyekszem betartani. Erkölcs alatt azonban nem azt értem, hogy én jó gyerek vagyok, hanem igyekszem nem elkövetni mulasztást. Egyetlen egy bűn van, amelyet a pápa sem oldozhat fel, ez a mulasztási bűn. Ez magyarul azt jelenti, hogy rendkívül módon kapcsolódik, rendkívül erővel kapcsolódik azokhoz az eseményekhez, saját élete drámájához, amelytől várja azt, hogy kiderüljön, hogy ennek a drámának nem csak személyiségi vonatkozásai vannak, hanem általános közösségi, a természettel való közösségi, a teremtett világgal való közösségi aspektusai is léteznek. Hermész Trismegisztos mondta azt, hogy ami fönt van, az van lent is, és ami lent van, az van fönt is. Egy szétszakított világban rettenetes rossz élni, ha az ég és a földnek nincs kapcsolata egymáshoz. Mi valóban az Isten képére és hasonlatosságára születtünk ebben a világban. És tényleg van dolgunk. Semmi más dolgunk nincs, mint hogy megtestesültünk, és ebben a megtestesülésben egy sajátos drámát kell végigélni. Hogyha ezt az ember nem tudja megcsinálni, akkor szerencsétlen lesz, beteg lesz, vagy agresszív lesz, és hatalomra tör. Az ugyanolyan betegség. Én úgy gondolom, hogy az a történet, ami a magyarországi szerves építészetben lezajlott, az tetszik a jó Istennek.